Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban négy különböző témakört dolgozunk fel. Egyik oldalról itt lesz a kormány a mezőgazdaság és élelmiszeri ipari vállalkozások működését segíti egy 25 milliárdos programmal. Esik szó nyilvánvaló az asszályról, a munkaerőszüret programról, egy kicsit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különböző intézkedés csomagjairól, illetve az osztatlan közös tulajdonról is. Röviden, vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét minden kedves nézőnek. Kezdjük ezt a jó hírrel, hogy bejelentette a kormány, mármint Nagy István agrárminiszter, hogy 25 milliárd forinttal segíti a kormány a mezőgazdaság és élelmiszeripari vállalkozások működését a gazdasági nehézségek leküzdésében. Ez még ugye nem végleges döntés, azt tudjuk, viszont egy remek gondolat, azt hiszem, hiszen a koronavírus járvány alaposan megnehezíti a vállalkozások dolgát is. Nagyon megnehezíti. A 25 milliárd az konkrét dolog. Ennek a végrehajtási utasítása nem áll még rendelkezésünkre. Valószínűleg, hogy a hét alkalmas lesz arra, hogy valamilyen módon az előzetes társadalmi egyeztetésre ez az anyag kikerüljön. Viszont egy biztos, hogy a megosztása az, mint egy 1 milliárd a tészek vonatkozásába fog megvalósulni, a megmaradó 24 milliárd pedig ágazati megosztásokba fog majd a gazdákhoz kerülni. E tekintetben a tejelőtehenészet, a húsmarha, a méhészet, nyilvánvalóan a kertészeknek a probléma a köre is ott lesz, és lehetséges, hogy valamilyen módon a baromfi is bevonható lesz majd ebbe a kérdéskörbe. Természetesen a lyuk kiskérődző ugyancsak, lehet, hogy nem minden ágazatot soroltam el, amelyik majd részese lesz ennek a programnak, de egy biztos, hogy év végéig viszont ezt a vissza nem térítendő támogatást ki kell osztani. Igen, ez nagyon fontos kérdés, bár ugye tudjuk, hogy az Európai Bizottság jóváhagyására van szükség, de ezek a támogatási konstrukciók azért nagyon sokat segíthetnek, hiszen ne feledjük, hogy 174 ezer kisvállalkozást érint Magyarországon ez a támogatási lehetőség. Igen, egyelőre úgy néz ki, hogy a tervezés során valamelyik meglévő támogatási formának a kiegészítésére kerül majd sor. Nyilván, hogy attól függően, hogy melyik ágazat mibe mérhető jobban, akár hektárlapon, akár állatlétszám alapon, ez majd nyilvánvaló az adott ágazat elosztásánál kerül ki. Várjuk mi is nagy örömmel és várakozással ezt a végrehajtási utasítást, amelyben majd a részletek mindnyájunk számára megismerhetők. Szerintem az, hogy 25 milliárdot biztosít a kormányzat a gazdák megsegítésére, ez egy rendkívül örömteli dolog, azzal együtt, hogy valóban nem hagyja a kormányzat egyedül a gazdákat. Igen, hát az élelmiszertermési kapacitások fenntartása elsődleges, ezt tudjuk, és pontosan ezért folytassuk az asszállyal, mert hogy a koronavírus járvány mellett az agrárgazdákat, én azt mondom, hogy adott esetben sokkal nehezebben tudják feldolgozni az aszálykárt. És a kormányintézkedések az öntözési támogatásról az egy dolog, viszont ha megnézzük, akkor az elmúlt időszakban erről már beszéltünk, mint egy 100 mm csapadék hiányzik, és bár az elmúlt napokban ez a csendes eső sokat segített, de mégsem eleget. Hogy állunk most a szájügyben? A szájügyben nagyon rosszak a kilátásaink. Tehát ez a bizonyos harc, ha így nevezzük, ez egyelőre az asszály javára áll győzelemre, hiszen ebbe az évbe 110 és 120 milli között esett a mezőségbe az eső, ott is elég hektikus, akár 15-20 kilométeren belül is az esőnek a tartalma vagy mennyisége. Ez azt jelenti, hogy ahol több eső volt, ott szebben néznek ki a növények, abszolút látható, akár 6-8 milliméter mennyiségbeli különbség.
Most ha belegondolunk, hogy ez a kevés mennyiség mire elég egy tavaszi időszakba, figyelembe véve a bőjtiszerektől kezdve a szárító meleg napokat, hát akkor bizony örülhetünk annak is, hogy a növényeink még valahogy ezt átvészelték. Tehát ha megnézzük az őszi búzát, akkor látható, hogy a kalászba a patkaszám még megvan. A virágzás során magok kötöttek, a magok ott vannak. Ugyanez a helyzet a repcéné is. De hogy a repcebecőn belül mekkora mag fog növekedni, vagy a kalászon belül ugyancsak mekkora mag fog kiteljesedni még hátralevő időben, ez szinte kizárólag a csapadék mennyiségén függ. Gazdák megtették a szükséges intézkedéseket, megvédik a növényeiket, tehát a növényvédelem az rendben van. A zászlós leveleknek a védelme, ez megtörtént. A különféle kondicionáló szereket kijuttatták, és ez azt jelenti, hogy amennyiben eső lesz, úgy a mag kiteljesedik, mázsába, tonnába mérhető lesz a mag súly gyarapodása, és sajnos ugyanennyiben lesz mérhető az a kár, az az aszálykár, és az a kiesés, ami ha elmarad ez a csapadék, akkor bizony a növények nem tudnak olyan mennyiségű magsúlyt, magot növeszteni, amelyik hát megfelelő súlyt jelentene, akár a hektoliter súlyba, akár pedig a repcéné értelemszerűen a hektáronkénti mennyiség tekintetében. Tehát ha a mennyiség közepes, ami a legjobb esetben most közepes lesz a búzatermés, akkor ugye azt látjuk, hogy az ótermési búza ára már most 60 ezer forint körül van, tehát az egy óriási szám, akkor nyilvánvaló, hogy a kevesebb mennyiség az nagyon-nagyon drága lesz, de elsősorban a gazdákat nem is ez sújtja, hanem hogy kevés kukorica, kevés repce, és hát a tavaszi vetéseket ez jószerűen tönkre teszi. Hát a tavaszi vetések bizony nagyon szenvednek. Volt, ahol a kelés nagyon hektikus, nagyon ablakosak a kelések, a tőszámok azok változók, szinte minden tavaszi növény esetében. Az elmaradás szemmel látható a vegetációban, a vegetációs fejlődés vonatkozásában, és ha így májusban nem erősedik meg egy növény, akkor bizony az a későbbiekben, ha csak nem valami különleges nyarunk lesz, és valahogy a természet pótolja a csapadék kimaradást, akkor már bizony nagy-nagy hátránnyal indul a vegetációs időszak vonatkozásába az őszig levő, hátra levő időszak tekintetébe, hiszen zöld felület nélkül nem tudja azt a fotoszintézist megvalósítani, nem tud úgy fotoszintetizálni, mint hogyha nagyobb levélfelület lenne rajta. Tehát a kevesebből kevesebb termék állítható elő, a nagyobb zöld felületből nagyobb termék állítható elő, feltéve, hogyha mindenhez megvannak a Liebig-féle minimum törvény szerint ugye azok a különféle hatóanyagok, mikroemlek, nanoelemek és mezoelemek, makroelemek, ami a növény táplálásához és a fotoszintézishez szükséges. Tehát bizony azt kell mondanom, hogy ez az év, ha nem is lehet azt mondani, hogy már oda van, de hogy messze nem lesz a rekordok könyvébe beírt, ha csak nem sajnos negatív értelemben, akkor örülhetünk, hogyha egy közepes vagy jó közepes termést be tudunk takarítani, ami a búza, tehát az őszi kalászosok és az őszi repce tekintetében már most nagyon kérdéses. A kormány intézkedései az öntözésről mennyit segítenek a vízkészlet gazdálkodási törvény megváltoztatása? A 10 évnek a 170 milliárdja, amiről itt is ebben a műsorban többször beszéltünk, az nagyon fontos, és a jövő záloga. Ezt továbbra is le kell rögzíteni. Az idei évben természetesen az első 17 milliárd az megvalósításra kerül, és ennek nagyon szép példája az a hartai csatorna átadás, és
vízi létesítménynek az átadása, öntözési területnek az átadása, a miniszter úr is itt ott volt, és pár nappal ezelőtt több, körülbelül 1000 hektárnak az öntözését biztosítja az az öntözés, öntöző fürt, ami ott megvalósításra került, a meglevő csatornák kitisztításával, különféle technológiai berendezések megvalósításával. Tehát ez az a dolog, ami 10 éven keresztül fog menni, hogy azok a csatornahálózatok, amik régiek, vagy újonnan majd épültek, biztosítják a gazdák közösségének az öntözési lehetőséget. Tehát ezek a bizonyos öntözési közösségek, amik 2 főtől ugye több főig hát alakulhatnak, azok komoly támogatást tudnak kapni ezekből a pénzekből, úgy, hogy az öntözés tekintetében még EU-s pénzek is majd azért csordogálnak, és ennek a öntözési lehetőségnek a kiaknázása minden gazdának elemi érdeke, hiszen a termés, termelésbiztonság a mezőgazdaság jövőjének alapvető záloga. Tehát a szaktárca fajsúlyos döntéseket hozott, ugyanakkor nem maradhatott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatai, illetve programtervezete sem. Számos olyan döntés született, ami segítheti a gazdákat, hiszen ne feledjük, koronavírus járvány és asszály együtt, az a teljes agrárgazdaságot sújtja. Melyek ezek, hiszen számtalan van, de melyek a legfontosabbak? Hát most, mielőtt én idejöttem, hogy összeszámolgattam, hogy hány olyan kormányzati intézkedésbe vett részt a kamara, akár kezdeményezőként, akár pedig kiteljesítőként olyan értelemben, hogy mi az, amivel ki kellett bővíteni azokat az anyagot. Ez úgy hirtelennyében összerakva is 37 intézkedés volt. Na most természetesen, ha most itt engem hatalmas bottal fenyegetnének, sem tudnám így taxatíve a 37-et felsorolni, de természetesen csak így felsorolásszerűen azért a kamara keményen részt vett abba, hogy az áruszállítások azok folyamatosan maradjanak a határ lezárások ellenére. Tevőlegesen részt vett abba, hogy igenis a szervízmérnököknek a határon való átkelése és hazamenetele is biztosítva legyen, hiszen az élelmiszergazdaságba, a feldolgozóiparba, de hát nyilvánvaló, hogy a nagygépek szervizelésébe is szükséges volt, hogy szakemberek a határon gyakorlatilag átkerüljenek. Ugyan ez volt, amikor az ingázóknak a segítése és a határon való, kis határon való átlépésének a biztosítása sorra került. De ugyanerről beszélhetnék, amikor a más országból érkező munkavállalók és fizikai dolgozóknak a beengedése szóba került és megvalósult. Természetesen most nem akarom taxatíva felsorolni azokat az intézkedéseket, amik a banki szférába, a bankhiteleknek nyilvánvaló a későbbi törlesztése és az idei év mentesítése. Különféle munkabért terhelő, szochó, különféle járulékoknak a részbeni eltörlése, a munkamegőrzési támogatásoknak a kialakítása, ami most is folyamatban van, egy újabb csomagnak a kiadása, de a Széchenyi kártyának a 200 millióra való felemelése. Tehát egy csomó olyan dolog volt, és van még folyamatban ma is, amely a gazdák támogatását jelenti, hiszen ezt a nehéz időszakot nagyon-nagyon nem egyszerű túlélni, átélni, hiszen azért lássuk be, hogy a szamóca esetében is, aminek most a legnagyobb időszakát érjük, előtte ugye volt a spárga, és bizonyos értelemben a spárga az még kifutóba, de mindig megy, hiszen hát folyamatos szedések is biztosíthatók. Egyet kell látni, hogy nagyon nehéz a mezőgazdaságba való foglalatosság, hiszen az,
aki akár a munkaszünet programba részt vett, és elment egy-egy mezőgazdasági üzembe, az találkozott azzal, hogy pár nap után fizikálisan nem bírta. Azt mondta, hogy látszólag könnyűnek tűnik egy szamócaszedés, de bizony egész nap, 8 órán keresztül most bizonyos szünetekkel ott hajolva, vagy térdelve, vagy többféle módon szedi ezt a növényt, akkor bizony ez nagyon fárasztó. Ma reggel hallgattam a hajnaltájba egy egyetemista leányt, aki elment a munkaszünet programba szamócát szedni, és mondta, hogy az első 3 nap nagyon-nagyon elfáradt, és akkor finoman fogalmazunk, és utána kezdte megszokni ezt a féle terhelést a szervezete. Tehát fontos a munkaszünet, fontos az, hogy a hazai munkaerő átcsoportosítása és a mezőgazdaság felé irányítása megtörténjen, de lássuk be, hogy nagyon sokak ugye azt az összeget, amit a mezőgazdaságba meg tudnak egy nap alatt keresni, az nagyon kecsegtető, de nagyon megterhelő is. Igen, és ez nem biztos, hogy felmérték előre. Egyetértek annál is inkább, hiszen erről beszélgettünk a meghirdetéskor a munkaszünet akcióról, és ugye kérdés volt, hogy ez mennyire lesz jó. Hát kiderül, hogy nem egészen, ahogy ön is fogalmazott. Tehát ez egy nagyon komoly munka, a mezőgazdasági munka a nyílt terepen, és hát ezért is vált szükségessé, hogy az idénymunkások előtt felszabadultak a határok. Ez egy jó döntés volt, ugye? Ez abszolút jó döntés volt, hiszen ők bejáratott módon, ismerve a technikai és minőségi követelményeket is, hát terhelhetően tudják végezni ezt a fajta monotonnak is mondható mezőgazdasági munkát, ami hát a termék előállítást célozza, és piacképes termék előállítását, hiszen azt követően a termelőtől már akár a piacokra, legyen termelői piac akár, akár pedig különféle nagyáruházak polcaira jusson a termék. Viszont itt mindenképpen meg kell azt említenem, hogy a kamara kezdeményezésére, és hát a minisztérium tudta ezt kiteljesíteni, olyan árukra, ahol a csomagoláson nem látszik gyakorlatilag a tehát az az országnak a megnevezése, ahonnan a termék származik, hogy a tőkehúsok tekintetében a kiskereskedelmi multinacionális áruházláncoknál kötelező kitenni a kis zászlócskát. Amit hát láttam olyat is, ahol nem tették ki, de majd most van előkészítés alatt, én javasoltam, hogy a kamara hirdessen majd egy ilyen akciót, hogy ahol ilyen van, és nem látják a zászlócskákat, ott tessék lefényképezni és beküldeni idővel, helyel, és hát nyilvánvalóan megtesszük a szükséges intézkedéseket. Viszont ezt tovább szeretnénk folytatni. Tehát kiterjesztenénk minden olyan árura a tőkehúsok mellett, ahol nem meghatározható, ugye a csomagolás hiány, a származási ország. És egy másik kérdéskör van ehhez, mert én olyan helyeket is láttam, ahol nagyon szépen kint van a zászló. De csak egyféle, és ez nem a piros-fehér-zöld. Igen. Tehát ha az Európai Unióba az áruk szabad áramlását, és ennek szentségét komolyan vesszük, akkor mi alapján tesszük meg azt, hogy a magyar áru nincs ott? Érdekes. Tehát ez azért lényeges, mert ugye mit tesz a magyar vásárló, de még adott esetben mi is. Elmegyünk egy megszokott adott esetben áruházba, és veszünk mondjuk tőkehúst. És akkor egyféle sertés van mondjuk kitéve. És akkor mit mond az ember, hogy most elmegyek a másikba? Hát idő, energia, nincs is sok, a fene egye meg, hát akkor megveszem azt a kitett zászló alatt levő külföldi terméket, az egy
két kilót, amit éppen akarok venni, nyilvánvaló nem egy fél évre való bespejzolásra gondolok, mert nem igen tud más tenni. Tehát itt a vevői tudatosság már megvan, de a választási lehetőség nincs. És akkor itt azért meg kell említeni egy francia tulajdonú áruházláncot, amelyik a kamarától még azt is megkérdezte, hogy ha a malac Holland és Magyarországon nevelkedett, tehát hízott meg, hízóvá, és került levágásra, azt magyar árúnak minősítheti-e? Tehát nagyon különböznek az áruházláncok a tekintetben, hogy mennyire akarják a magyar vevőket jó értelemben kiszolgálni. Mert a magyar vevőt azáltal tudja kiszolgálni, hogyha választási lehetőséget biztosít neki. És az nem választási lehetőség, hogy csak egyféle országból való hústerméket forgalmazok. Ez inkább diszkriminációnak nevezem, mint választási lehetőségnek, és ekkor tudjuk a tudatos választási szemléletet is továbbfejleszteni, hogyha választási lehetőséget biztosítunk a vevőknek. Nyilvánvaló. A következő adásunkban fogunk beszélgetni majd a tejről. Annál is inkább, mert az elmúlt időszakban rengeteg úgymond olyan tej jelent meg a piacokon, ami hamisítvány egyértelműen, és erről kell, hogy szó essék. Most azonban menjünk tovább megerősítve azt, hogy sajnos a gyümölcstermelők bizony nehéz helyzetben vannak, mert továbbra sem sincs megfelelő emberállomány a gyümölcsök leszedésére. És azért, ha visszatérve, amit az imént mondott, hát a szamócánál fordul elő, hogy a külföldről érkezett rosszabb minőségű szamócára magyar elnevezés van kiírva. De ha röviden is, ugye már számtalanszor esett szó az osztatlan közös tulajdonról, nos egy több évtizedes adósságát törlesztette a kormány azzal, hogy felszámolja az osztatlan közös tulajdont, hiszen az optimális méretű, stabil, átlátható birtokszerkezet az alapja egy modern agrárgazdaságnak. Erről még egy rövid gondolatsort kérek Öntől. Az osztatlan közösbe elérkeztünk szerencsére a különféle pilot programok után oda, hogy viszonylag rövid időn belül, hát főleg, hogyha ahhoz képest nézzük, amióta fennállt, meg fog oldódni. Tehát az a jogszabályi alap, amit a parlament elfogadott, az biztosítja, hogy egyszerre és mindenkorra az osztatlan közös a múlt homályába vészen, vagy a történelmünk egy sajátos időszakának eleme legyen, de már mint történelmi múlt. A kamara a zászlajára tűzte rögtön a kezdettől fogva az osztatlan közös megszüntetését, ezt a legkülönfélébb kísérleti programokba közbe is járt és segítette. A legkülönfélébb megyékben, Zalától kezdve Vasig, most nem akarom sorolni, ahol ezek a programok voltak. És bizony az a első része is, hogy aki kérte, hogy önálló helyrajzi számra kerüljön az osztatlan közöse, akkor azt ingyen a földhivatalok elvégezték. Ma már elég az egyszerű többség ahhoz, hogy egy adott táblába meg tudjanak a tulajdonosok osztozni. Nem keletkezhet egy hektárnál kevesebb földterület, tehát úgy kell osztani, hogyha egy hektárnál kevesebb földterület szántó esetében keletkezik, azt valakihez csatolni kell, hát meg kell vennie nyilvánvaló valakinek. Tehát nem lehet maradék terület, hogy osztatlan közösben marad 0,6 hektár, nincs. Ilyen nincs. Táblának minden egyes területét, négyzetméterét el kell osztani, oly módon, hogy mindenkinek egy hektárnál nagyobb terület kerüljön a birtokába. Ezt megegyezés során meg lehet valósítani, hogyha egyesség nincs, akkor természetesen a jogszabályi hátteret figyelembe véve ezt ki lehet eszközölni, a többség meg tudja határozni, és jönnek úgymond a
idézőjelben holt lelkek, ahol nem érhető el az illető, nincs örököse, ott 120 évben határozták meg a születési dátumtól kezdve azt az időszakot, amikor, ha nem jelentkezett, akkor hát az a földterület örökösök hiány, ugye az államra száll, illetve hát ilyen értelemben majd visszakerül azokhoz, akik ezt megvásárolják, de ugyanez vonatkozik természetesen azokra a területekre is, amik egy hektárnál eleve kisebbek, és hát ezt követően jön majd a kamarának az a törvénymódosítási javaslata, ami a családjogi törvényt kívánja módosítani, ebbe az örökösödési rendszert, amiben már nem engedjük, hogy újból egy haláleset kapcsán egy hektárnál kisebb területek kerüljenek megállapításra, hanem olyan lehetőségeket törvényi módon biztosítani, hogy azok a családi gazdaságok, akiért a szülők, nagyszülők hát verejtékeztek és megvalósították, az ne kerüljön szétrobbantásra, szétrombolásra azáltal, hogy egy haláleset kapcsán az örökösök nem tudnak megegyezni. Egy része azt mondja, hogy azonnal el kell adni, mert hát én a pénzt akarom, és aki pedig folytatná a szülői örökséget, ebéli örökséget, az meg nem teheti, mert nincs annyi vagyoni lehetősége, hogy kivásárolja. Na, itt lesznek azok a hitelkonstrukciók, itt lesznek azok a megoldások, amikor egy kialakult családi gazdaság tovább folytathatja a tevékenységét, a szülők, nagyszülők öröksége mentén az a gyermek, aki ezt folytatni akarja, az meg fogja tudni valósítani minden olyan állami és banki segédlettel, ami biztosítja az örökösöknek a kártalanítását és megfizetését, és természetesen a családi gazdaság egybetartását, egybemaradását, értéken való adott esetben eladását, nem pedig ugye a szétszincálás során, hát enyhén szólva is, áron alul való értékesítését. Így van, a logika is ez diktálja, és ez így van rendjén. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy tisztában látunk, és kedves nézőink, önöknek is ígérem, hogy természetesen folytatjuk azt a felvetést, amit az imént mondtam, hiszen a tejpiaci válság az nagyon-nagyon rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. Reméljük, hogy nem így lesz. Önnek köszönöm szépen. És mi pedig azt ígérem, hogy találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!